Üdvözlök, sőt, mindenkit! Ismét ez a Good Hill Linux Lex! Itt most már a második videó lesz, hogy bővebben be lesz, mi is van rajta, mi nincsen. Ugyanúgy egy fresh fog indulni. Egy kicsikét lassúbb lesz, mert azzal is megemlítettem, hogy ez egy USB 2.0-as, meg az alapon sem nincsen USB 3.1-es-e, így jó, lassú lesz. Szerintem, egy prostolikával lett megvéve. Rohambult volna, akkor egy sem lett volna véve, el is volt már szó. Vannak ilyen lejátszó listák, ahol bőven be van mutatva ez az AMD A4 5300K-s gép. Lassan betölti. És el lesz rakva egy off-studio is. Már leszéve a hang is. Egyetlen rá lehet tenni. Szépen betöltődik. Itt mindig ilyen beütatásnál. Azért van a bemutatva, hogy nem csak a Microsoftos, fostos termékek léteznek, hanem vannak ilyen nyitforráskódúak. Jóval több mindent tudnak. Jóval drágábbak is. Akik akarok a mi eszközökhöz drive-okat íratni rá, azt jó megkék az árakat. Megéri kicsit komolyabb szinten is foglalkozni velük. Ez csak ilyen alapszinten van, be van mutatva, rá van rakva egy fresh, és be fog töltődni. Nem sokára. Megvan! És itt van Bolti Linux 6 Lite Linux Moszkva ablakkezelővel. De mutassa azt is, hogyan kell az internetre konnektolni rá. Moszkva Launcher, be van mutatva. Hogy kell csinálni egy Quick Launchert. Milyen billentyűzettel. Ctrl Alt plusz Space. És van. Ebbe bejön. Az alkalmazások. Gémek. Blender. Vagy csak így az alkalmazás fogja megnyitni. Aztán, hogy hozott létre egy most nem találja meg a frissítéseket. Blender. A régebbi verziók vannak. Mennél vannak jobbval újabbak. Tovább, mire is képes. Egyáltalán
képes lehet felismerni a HDMI hangot egy AMD Radeon 7040-50-essel. Nézd ki, hogy el lett írva. És most mondtam, több live videóban, napi szintű videóban meg lett említve, hogy egy sima MSQ boxon, napi szinten. Lehet mostan, így vagy amúgy, automatikusan felismerte a hangdrivert. Vannak olyan Linux distrók, amik nem annyira akarják valahogyan. Ez van külön ilyen short videók. Újabb divat, aminek mi a megfelelőek? 0.34 kell lennie? És akkor így bejutnak a short videókba! Kációk! Mutatva lettek. Van a Quiz mutatója neki. Quiz FLQ. Több videóban megemlítettem, hogy nem másnak a videóit kell nézni, hanem a többet kell olvasni. Jobban felődik az agy. Hát error van. Jó sokan lehet olvasni. Hogy lehet frissíteni. Upgrade. Szimpatik rajta van. APT-get és DPK, ez nagyon egyszerű. Lehet vele, van egy csomag, és ez már nehéz szintet kap, ez még nagyon egyszerű. Általában, hogyha telepítek is valamit, akkor folyton ez van, az APT-get meg a DPKGI. Ez úgy kell képzelni, hogy van egy tartomány, be van csomagolva, és rajta vannak ilyen DEP csomagok, és akkor egy terminál ablakon át be kell írni azt a pakkot, azt az install SH-t, és akkor már fönt is van. Ez még nagyon egyszerűnek számít. Ilyen Debian rendszereken sokkal nehezebb a RPMS alapú rendszeren. Hát, megvan az agy, hogy jegyezd meg itt, nem? És lehet tovább látni itt a Nestet. Lehet rajta tovább is gondolkodni. De arról van szó, azért vannak bemutatva ez a disztro megint az élet, mert egyszerűen nagyon sokan a microfostos termékek vannak napi szinten, nem annyira jók, minden hülyeség van ottan, vírusok, kémkedések figyelnek. Nyilvánvalóan, hogy sokkal hamarabb feltörik a Microsoftos termékeket, mert az jóval többnek van, és egy aki állandóan Microsoftos terméket lát napi szinten, annak a megszokása, hogy az kell, hogy legyen egy Microsoftos Windows ablak, nem tud változtatni rajta. És pont itten lehet változtatni. Ezen is egy, de több is van. Ez ilyen alapszinten van csak mutatva, amit lehet mutatni, hogy ilyen komolyabb command line-okat, hogy ilyen tűzfalat be lehet állítani, hogy minden, ami rosszabb, rossz oldalak vannak rajta, vagy más oldala, azok legyenek iktatva. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!